Nyakra főre 2009. Ez egy olyan bor, ami jól csúszik, és közben el is gondolkodtat. Miért az a neve? Palackozás után kérdezte valamelyik borász ismerősöm, hogy mit ittunk a hétvégén. Azt mondtam neki, hogy az első saját boromat Nyakra főre. Hát így lett a neve Nyakra főre. Miért készült ez a bor? Mert kíváncsiak voltunk, hogy milyen az, hogyha összereztünk egy szép egelszoláti olasz rizlinget egy régi faprésben saját kezűleg préselt királylánykával. Ezután hagytuk, hogy a must magától természetesen minden beavatkozás nélkül eredjen ki új hordóban. Fél év érelés következett, és ezután házasítottuk, majd palackoztuk. Nos, az eredmény igen meggyőző lett. Egy szép és tetszetős, nagy egri fehér bor, nagy testtel, szép savakkal és sok-sok gyümölcsel. A színe aranyba hajlik, a pohár falán pedig szép templomablakokat figyelhetünk meg. Iratában fehér húsú gyümölcsök és virágok dominálnak. Ízében is nagyon gazdag gyümölcsökben, emellett nagyon szépen érezni az elegáns savgerincet, amit a végén szépen lekerekít a nagyon kevés maradék cukor. Nagyon hosszú utóíze van, és az utóíz végén egy nagyon elegáns, kicsit keselnyés ízt lehet érezni. Én úgy gondolom, hogy ilyen egy terroárbor, amit könnyű megszeretni annak is, aki még csak most ismerkedik meg a borok világával. Ezt fejezi ki egyébként a címke is, ami nagyon harsány és nagyon mai, viszont minden megtalálható benne, ami a terroárban fontos. A nap, az ég, tehát az időjárás, az éghajlat, a szőlőhegyek, tehát a domborzat, a szőlő, a pincék, ami már utal az emberi hagyományokra is, és ami nagyon fontos, az apáról fiúra szálló családi hagyomány, amit a gólya jelképez, ami egyébként a birtokunknak a címerállata. Ezt a bort elsősorban önmagában ajánlom, aperitívként, köszöntőborként, vagy pedig csak simán beszélgetések mellé nyakra főre inni, egészségünkre.